Üdvözlök mindenkit! Én Anett vagyok, és itt van velem Ancsa! Sziasztok! És ez itt egy újabb Wanda City. És a luxus házunkat építsük tovább. Amúgy tök kis csinos. Viszont azon gondolkodtam, hogy hogy csináljuk meg akkor a felső háztetőt. Igen, az egy jó kérdés, mert így most egy kicsit furán néz ki a felső legyen rész. Úgy, várjál, maradj ott. Maradj egy kicsit ott, mert csak úgy tudom jól elmutogatni, ha te látod. Várjál, mindjárt jövök, vagyok, itt vagyok. Hogy lehetne az, hogy ugyanígy megcsinálnánk itt is fönt, és úgy építenénk föl egy háztetőt, és mondjuk nem tudom, valahova teszünk egy oszlopot. De van lapos háztetőt? Nem lapos lenne akkor, hanem így csúcsos. És akkor így csinálnánk itt ugyanúgy. Aha. Csak itt tudod, itt, mert akkor ilyen tető lenne a fejünk fölött. Érted, mit szeretnék ezzel? Igen, csak a háztetőt nem nagyon tudom elképzelni. Háztetőt kicsit nehezebben lehetne, de akkor... De nem néz ki hülyén laposan? Hát... Nem így néz ki, nem? Azoknak is lapos? Hát... Mármint az NPC-knek. Hát jó, az NPC. De hogy nem néz neki hülyén, de oké, megnézhetjük nem csúcsos háztetővel. Hát most megnézzük mindkettővel, aztán... Csak először akkor a lapossal, hát ha, mert gondolom a csúcsos... A csúcsos... Félre! Amúgy olyan idegesítő, hogy az üveg az nem esik ki. Fú. Igen. De ilyen gyengéd érintéses cucca biztos. Igen? Gondolom. Hát az a minden ugyanúgy kiesik. Ugyanett? Igen. Nézd rám. Gyere! Igen. Hogy így... De ez így most mi? Hát most mit csináljak vele? Ne tegyek inkább az ajtó helyett üveg... Mi? Üveget. Miért kell megütni most? Most abba hagyta, nincs balta! A popsidat ütötte meg, hogy így bele pucsi. Tessék. Belepucsított. Hogy akkor ide tegyek üveget? Ne, mit csinálsz? Szerintem. Most mi? Várjál, ne! Ah! Mert itt várjál, látod? Itt olyan... A kicsit elcsúszott. Jó, ez egy oda is rakok egyet. Kész. Tudod, mit inkább ide rakjuk, tudod? Van még pont kettő. De úgy még úgy szimmetrikus is lenne. Majd megnézem messziről. És most esik az eső. Még a videójárás is, hogy úristen, hogy lehetnek ezek ilyenek? Sír. Amúgy nem néz ki rosszul, esküszöm. Én? Igen. Amúgy ide kéne ide kerítés. Igen, én már csináltam is, csak nem tudom, hogyan rakjuk le. Ja, tény? Ó, erre nem is gondolt. Mi? Ott! Fúj, tényleg! Fúj, ez nekem jön! Au! 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 Hol van? Megharapott! Most át fogok változni! Jézusom! Na szóval, itt hogy rakjuk le a vizét? Hallod, ezeknek... Szerintem amúgy aludnunk kéne, és akkor elvileg nem jönnek. Mert lát egy olyan kommentet, hogy azért jönnek, mert hogy nem tudom hány éjszakán át már nem aludtunk. Hogy elkezdtél sprintelni hazafelé? Csinne! Tudu. Jaj, jön utánunk! Utás! Ezek ilyen izé bekergetnek az ágyba, vagy mi? Lehet. Jaj, remélem most amúgy pont ezek miatt nem fogunk tudni aludni. Hoppa, oda rakom egy fákját az ajtó elé, na mindegy. Lop! Pattany! Na, talán most már eltűnnek. Hoppa! Én felé! Kirakok le mindenhova ilyen random blokkokat. Már fölgyulladtak. Ki sem merek jönni. Én nem is látom. Hát előbb már, elégtek. Ja, ott van. Aha. Még mindig ott van? Aha, csak ég. Muhaha. Na szóval... Akkor ezek nem minden éjszaka jönnek? Hát azt írták, hogyha sokáig nem alszunk, elvileg akkor jönnek. De csak egy napig nem aludtunk. Nem, mert ugye sok részen át tényleg nem aludtunk szerintem. Ja, tényleg lehet. Na, itt hogy legyen?
Basszus, akkor lehet azt kéne csinálni szerintem, hogy mi lenne, hogyha ide is raknánk még, és akkor itt lenne egy kis tető, és akkor mondjuk ide rakunk medencét. Mit szólsz? Hogy rám néztél, de cuki. Jó, megnézhetjük, csak már kell egy balta, mert annyira idegesítő, hogy nem tudom. Ide ások egy medencét, mit szólsz? Oh, ide rittyentek valamit. De akkor a medence fölött teljesen legyen még tető? Nem muszáj egyébként. Először nézzük meg azt a csíkot, szerintem. Mármint milyen csíkot? Hát, hogy ide rakunk még plusz. Nézd, ide. Csak nem... Izét? Több egyet. Aha. Nem? Jó, vagy... megnézhetjük. Csak azt úgy tudom lerakni, csak így nehezebb, hogyha ide is. Aha. Hát majd kiütjük. Úgy nem olyan vészesítse. Úgy, és akkor ide rakok virágokat, már az cuni. Valahogy amúgy, itt, hogyha sima tölgy ízét deszkát raknánk, akkor esküvőn is nézne ki. Várjál, megnézem. A kis faboltámmal itt. Ó, és még félre is veszem. Na, érted? Miért nem szimmetrik? Alapban nem. Nem baj. Tuk, 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 tuk. Ó, ez így tök jól néz ki. Aha. Leg. Ó. Oksi! Viszont fáj, hogy csináljam meg azt? Ja, nem fogom tudni, mi ott alapból nem. Jó, akkor semmi, nem szóltam. Oké. Okay. Ha veszek vizet, hol van egy vödör? Csiakvödröt, akkor kitérlek. Szerintem a ládánkban van. Kell lennie. Vagy most már fabrikálok akkor. Itt van nálam úgyis annyi vas. És akkor így itt legyen... Na, így legyen a... Hát akkor igazából azt hagyhattam volna. Így, mi? Így. Ah, nem is rossz. Csak picit kicsi, de... Aki a kicsit nem becsüli. A nagyot nem érdemli. Uh-huh. Miket tanítunk a gyerekeknek? És ezt, hogyha körbe rakjuk izével, valamivel nem muszáj. Arra gondoltam, hogy azokat hagyjuk meg, és rakjunk oda virágokat. De csak oda. De a többit körbe rakhatjuk, a többi részét. Mármint, hogy itt belül a... Nézd, ezeket belül itt meghagyhatnánk, aha, és tehetnénk oda mondjuk egy rohadt nagy fát. Ami majd kinő. Ja, belül a házunkba. Lehet, hogy én addig szedek pár virágot, itt úgyis van. Ó, ez mi volt? Valami szépet. Hát nem sok lehetőségem van, de megpróbálok. Már itt körbe sok kéne keríteni valami szép kerítéssel egyébként, nem? Hát milyen szép kerítés van a Minecraft? Azon gondolkozom, hogy de nem úgy, hogy nem azzal a sima, egyszerű kerítéssel, hanem még egy szép valami... tulipán kéne, és akkor lenne igazán szép. Van más milyen tulipán? Azt hiszem milyen színű van, de nem tudom. De van ilyen is. Vegyél oda! Halál se tudja. Vagy nézd. Így. Mi lenne, ha... Így. Én is így gondoltam. Hát ő nem lenne valami szimmetrikus, de... Tessék. Várjál. Inkább így. Igen. Így. Nőies. De tök cuni. Cuni. De tök cuni. Hanem... Tökre jó. Hallod, akkor amúgy megcsinálhatnánk ezeket a részeket itt errefele is, nem? Vagy maradjon így. A többi oldal olyan hülyén néz ki. Szerintem nem. Vagy csak mondjuk ez, hogy itt ilyen nagy fa izé van. Nem minden. Ilyen legyen akkor a kerítés. Mondjuk legyen. Hát van kő, meg fa. Ennyi. Legyen az a kőkerítés, tudod melyikről beszélek? Az úzott, vagy mi? Vagy mi? A, igen, de? Tudod, amit ilyen kőkerítés lehet csinálni. Ami ott fönn van? Aha. Jó. Csak azt nem tudom, hogy kell. Ugyanúgy, mint a... Ja, nem ugyanúgy. Hogy is kell? Közben amúgy, akkor mi legyen a... Ha még szeded a követ, addig mi legyen a tetővel?
megépítjük laposra, aztán, hogyha nem tetszik, megpróbáljuk a hegyes tetőt. Hát akkor már látjuk, hogy milyen laposan, és hülyén néz ki. Várjál... És hogyha jól fog kinézni. De hát már látjuk alapból, hogy milyen laposan, csak nem fettük be. De amúgy így néz neki, nem? Egy blokkkal magasabb. Most végig most gondolkodom nagyon. Lemegyek addig a bányához, hogy van-e ott kő. És hogyha azt csinálom. Miközben addig megnézek egy ötletet. Sima kőből lehet izét csinálni. Nem gondoltam. Ajj. És hogyha olyan kerítést csinálnánk, mint ami például a fa telepünknél van. Az milyen? Tudod, ez a félkőlap, vagy milyennek a neve? Jó. Mert az szép. Max, úgy rakjuk le, hogy... Nem, mindjárt mutatom. Akkor csináljak olyanokat? Oké. Okay. Jó, hogy is kell. Aha. Ah, ennyi. Oké, okay. Jó, sokat csináltam, úgyhogy remélem jól fog kinézni. Jövök már! Ouch. És ha így néznek ki... Várjál, közben gondolkodom. Addig dobok kőlapot. Ott fog. Köszi. Na. Azon gondolkozom, hogy így legyen, vagy így legyen. Na, várjál. Micsoda? Hogy legyen a kerítés? Hogy melyik szinten legyen, érted? Vagy ezen? Hát így legyen, nem ez. Hogy így? Mi lesz alatta? Hát de ezt így simán be lehet jönni. Hát ez az. Akkor legyen inkább ez. Aha. Én addig... Szerintem odaadom a kerítést, ezt rád bízom, mert én most gyors megcsinom a tetőt egy alapötletnek, és megnéz. Legyen pici kertje azért, de mégse az a nagyon zsúfolt, nem? Arra gondoltam, hogy például itt ez a rész már ugye nem tartozik, hogy innen így be lenne zárva. Így. És akkor igazából csak ez a rész lenne. Mondjuk ideáig neki. Jó, értem. Például, csak mondom, ha jó-e. De rád bízom, ahogy neked tetszik. Én addig megnézem. Vagy falappal, hogy néz neki. Jaj. Mennyire néz ki hülyén, ha kiadjam a sarkot? Hát, rakj oda valamit. Jobban néz ki, hogyha kiadjad szerintem. Oksika. Jaj, belakoltam és leraktam egy pár izét. Kicsit ellentmond a fizikának így. Ó, komolyan mondom. Na mi az? Kicsit fáradt vagyok már az építéshez, mindent félre rakok. Hát este van. Mondjuk itt legyen egy bejárat. Szimetria mindenek fölött. Basszus. No, ott leestem. Mindjárt megoldom. Ott nagyon csúnya. Jaj. Rak már oda. Ahova én akarom. Oksi? De ezt akit hogy csináljam?
így. Ez hogy néz ki? Nagy gondolkodásokban. Igen. Na jó. Whee! És így milyen? Nem. Hoppá. Jaj, ne! Mégis így van egy kis tetej, és nem teljesen lapos, és akkor igazából nem csinálnék neki... Nem csinálnék neki csúcsos részt, hanem a többi az van, ott lapos lenne. Ez így jól néz ki. Szerintem... Jaj! Szerintem... Jó. Van nálad fa? Tölgyfa? Leraktam az összeset a ládába. Ebbe a ládába? Még a rendes házunknál. Mi ládába? Jó, akkor elszaladok érte. Akkor betömöm a tetejét gyorsba. Én még mindig nagyon zavar ez a kút telibe a közepébe. Hogyha már arra mész, idehozod nekem a sok kerítést, amit lekraftoltam, mert meg akarok valamit nézni. A sok kerítés mennyi? Ez a 16 darab? Csak annyi van a ládába. Igen. Hát akkor igen. Hozzam, várj, rátépízek a már unalmas szaladgálást. Várjál, itt van, tessék. Köszi. Hogy gyors, még megépítem a tetejét. Hogy néz, így jól néz ki. Ú, egy másodperc, hogy gyors betömöm. Jaj, hoppá, közel lementem a lépcsőn. Pillanat. Basszus, de béna vagyok. De most komolyan, fájdalmasan. Így esküszöm, nem rossz. Mi tuti jó. Max más színű fa. Mi ezt kerítést is csinálhatunk. Várjál, egy pillanat. Azon még ilyen kis nagyon hülyén kivilágítom azért a házunkat. Hogy ne legyen olyan sötét, de azt majd úgyis hoppá, hogy ott fákjam. Azt majd úgyis korrigáljuk. Na. Miért csobbantál. És ha ide rakunk ajtót. Ja, ez, az ajtón még gondolkozok, hogy ez hogy legyen, de hogy a kerítés jól nézze-e így ki. Aha. Szerintem tök cuki. Jó, akkor meg kell. Szerintem amúgy jó hozzá az ajtó. Igen. Még de... a tetejére kéne egy kis izé. Nézd! Hello! Hogy nézd! Amúgy ezt nem nagyon világítottuk ki. Hát igen, talán nem ugranak a nyakunkba. Így tök jó. Ez nagyon jó. Cuki. Hát aha. Még a végén átköltözünk tényleg. Ahogy kajak. Na, ez tök jó lett. Igen. Kész egy ház. Yeah, már csak a kerítés, de hát ez nem sok munka. Szóval a következő részben lehetséges, hogy majd csinálunk egy óriási veteményest, ha addigra nem találunk ki valami jobbat. Szóval, hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és amúgy nyugodtan írhatjátok kommentbe, hogy mit szeretnétek látni tőlünk ebbe a sorozatba. Vagy milyen esetleg... házat építsünk. Ja, hogy esetleg mit építsünk, vagy keressünk-e valamit, mert szívesen megcsináljuk. Úgy akkor van. A következő részben találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! A Nett és Ancsás termékek már kaphatóak a videosbolt.hu és az mcshop.hu weboldalon. Link a leírásban. Csekkoljátok!